1865-ben az Amerikai Egyesült Államokban a polgárháború befejezése után az államok a csőd szélére kerültek. A nemesek elvesztették rabszolgáikat, megugrott a munkanélküliek aránya, az ország pedig javarészt a győztes északiak kezében volt. Ebben a helyzetben jött az ötlet a konföderációs hadsereg 6 veteránjának, hogy alapítanak egy egyesületet. Egy egyesületet, aminek a nevét azóta széles körben megismerte a világ, és aminek az égisze alatt több ezer ártatlan ember gyilkoltak meg, és milliókat tartottak rettegésben. A társaság neve pedig nem más, mint a Ku Klux Klan. A kezdetben 6 fős klán eleinte csak unaloműző játékokkal szórakoztatta magát, aztán az egyik összejövetelen fehér ágyneműket és párnahúzatokat vettek elő a szekrényből, és a képen látható módon, szellemszerűen felöltözve, és láncokat csörgetve lovagoltak végig a városokon, azoknak is főleg a feketék lakta részén. A klán tagjai magukat kiválasztottnak hitték, és figyelmük nem csak a feketékre irányult, hanem a feketék jogaiért kiálló fehér amerikaiakra is, akiket a faj árulóinak tartottak. A tagok 1865-től már a gyilkosságoktól sem riadtak vissza, ezzel pedig elkezdődött az amerikai történelem egyik legsötétebb időszaka. A társulat tagjai egymást a lehető legszigorúbb titoktartásra kötelezték, és állaszban gyilkolták és csonkították meg az általuk legjobban gyűlölt feketéket. 1868-ra a déli államokban már csak nem 500 ezer tagja volt a kegyetlen társaságnak, ami időközben valóságos, láthatatlan birodalommá alakult, aminek sikerült teret nyerni a politikában is, így már a washingtoni államhatalomra is nagy veszélyt jelentett. 1870-ben aztán a feketék választójogot kaptak, amire válaszul a feldühödött rasszista klán több ezer feketét mészárolt le néhány éjszaka leforgása alatt. A mészárlás hatására az akkori elnök rendteremtés céljából életbe léptette az úgynevezett klántörvényt, ami lényegében betiltotta a Ku Klux Klan működését. Ezzel pedig véget ért a társaság történetének első szakasza. A második szakaszhoz ugranunk kell az időben, egészen 1915-ig, amikor az Afrikából és Amerikából beérkező több százezer bevándorló már hatalmas fenyegetést jelentett a fehér rasszista amerikaiak számára. Ugyanebben az évben jelent meg egy film, ami az 1865-ben alakult kegyetlen klánt hazafias, bátor férfiaknak jelenítette meg. Az alkotást csaknem 50 millióan látták, és hatására 1915-ben egy csapatnyi fiatal az Atlanta mellett található hegy lábánál egy fakereszt meggyújtásával, majd az azt követő szertartással újraélesztette a klánt. Ezzel pedig megkezdődött az egyesület második szakasza. Azonban a második szakasz kezdetben nem volt olyan sikeres, a szervezetnek 1920-ra még csak 5000 tagja volt, így a klán egy reklámügynökséghez fordult, ami szintén jótevő hazafiak csoportjának jelenítette meg őket, így mindössze 5 év alatt az 5000 tag több mint 4 millióra bővült. Ám a fő cél már nem a feketék lemészárolása volt, hanem a politikai térnyerés. A második világháború után aztán az állarcos társaság sokat vesztett a népszerűségéből, majd amikor elterjedtek a polgárjogi mozgalmak a feketék jogaiért, akkor a létszám ismét megugrott, és a Ku Klux Klan tagjai gyakran a helyi rendőrséggel együttműködve számos, főként feketék által látogatott templomot, iskolát, üzletet és parkot gyújtottak vagy robbantottak fel. Ez a fajta brutalitás azonban már a klánon belül is népszerűtlenséget okozott, így körülbelül 1960-ban véget ért a klán második szakasza is. A Ku Klux Klan tagjainak száma manapság körülbelül 8000-re tehető, de természetesen az erőszakos cselekmények száma minimális. Ennyi is lett volna a mai videó, köszönöm, hogy velem tartottatok, és elnézést az egynapos csúszásért. Sziasztok!